melegem lesz hirtelen, mert itt megyek felfele még egy kicsit, hogy azért nem csak szánkózás legyen, de egy kis sport is. És akkor itt megyek fel. Itt jön a szánkó, ott vannak a hegyek mindenhol. Látjátok? Mekkora a hó. Van legalább 2 méter lazán. Kicsit nehéz a szánkó. Nem úgy kéne inkább, hogy a szánkó vigyél engem, és nem én húzom a szánkót. Szóval én úgy gondoltam, hogy ez úgy fog menni. De úgy látszik, hogy nem pontosan. Az az igazság, hogy olyan szemlyas vagyok, és olyan magasan vagyunk, és annyira nincs itt semmi, meg mit tudom én, hogy azt fogom csinálni, mint amikor kicsi voltam. Megeszem a havat. Nem rossz. Egy kicsit hideg. De azért jobb ez, mint szomjan halni. Különben elég veszélyesnek néz ki ez a szánkópálya, amit nem mondjak. Megmutatom, milyen. Nézzétek, ott megy, nem tudom, hogy látni-e, hogy így, és akkor így le. Jof! Húha! Ez nagyon gyorsan megy a francba! Jó, akkor hopp, inkább erre megyünk! Hi! Tele vagyok hóval! Júj! Hát ez tényleg gyors! Ez tényleg ilyen lesz végig? Jaj! Szóval, ilyen. Tele vagyok mindenhol. Főleg itt a szánkó tele van, és utána megfázik az ember. Jaj! Na jó, menjünk tovább, ha lehet. Húha, magadtam is jönnek. Júj, nem? Jaj, merre kell? Hát ez nagyon gyorsan megy lefele, bassz! Egy kicsit lassabb kávom! Gyorsan megy! Jaj. Jaj. Hát így nézek ki! Visszaültem a szánkóra, de nem tudom, hogy ez hogy fog menni. Mert egyhogy nem nagyon látok ki semmit, mert annyira párás a szemüvegem. Kettő, hogy félek, mert olyan gyorsan megy ez a szar. Nem tudom, hogy csináljam, hogy lassabban menjen. Mert annyira megy lefelé, hogy ez már lassabban nem fog menni. Mondjuk most... Hála Isten, nem megyek olyan gyorsan, mint az előbb. Tényleg életveszélyes ez a dolog. Elég gyors. Jaj. Miért nem mondta nekem senki soha, hogy a szánkózás ilyen veszélyes tud lenni?
olyan szép, nagyon szép, de itt megy nagyon arra fele. Jó, ezt jól csináltam. Nem tudom, hogy sikerült. Erre. Úgy. Szépen lassan, óvatosan. Na jó, le is állt, mivel azt mondtam, hogy ilyen szép. Menjünk tovább. Ne túl gyorsan! Nagyon megy lefelé, szóval befejezem egy kicsit most a filmezést, mert ez tényleg túl veszélyes filmezni és levenni. Úgyhogy nem tudom, hányszor estem már el, úgyhogy szerintem csak úgy lazán megpróbálok lemenni úgy, mint azok ott lent.